A kérvényeket az agromere@regisztar.usb.rs e-mail címre küldhetik a gazdák. A kérvényben a következő adatokat kötelesek feltüntetni: név és vezetéknév, a személyi igazolvány száma, a lakcím, ahonnan útnak indul, illetve ahova visszatér az említett időszakban, a gazdasági bejegyzési száma, a munkálatok elvégzésének a helye, a munkálatok végzésének a pontos napja és ideje. Az igazgatóságnak legkésőbb 48 órán belül válaszolnia kellene a kérvényre. A kérvényeket telefonon is át lehet adni, a délbácskai, a középbánáti, a délbánáti, az északbánáti, az északbácskai, a nyugatbácskai és a szerémségi körzetekben gazdálkodó termelők a 064 88 18 449-es telefonszámon tehetik ezt meg. A rendszer azonban túlterhelt, így sokan nem kapják meg időben az engedélyt, így járt Fekecs Zoltán is. A csantavéri termelőt azonban nem büntették meg a hatósági szervek, amikor traktorral tartott hazafelé a szántóföldjéről este 17:30-kor. Nem büntettek meg végül, igen. A másik dolog az a jószágokkal való végzés, etetés, stb. Ahol én lakom, ott nincsenek jószágok még. A szüleimnél vannak a jószágok, ezért reggel este megyünk végezni, tehát elvégezni a munkákat a jószágok között. És akkor gyalog állítottak meg. Arra elküldtünk egy kérvényt Beográdba. Kaptunk vissza egy értesítést ugye e-mailben, hogy nem győzik csinálni ezeket a kérvényeket, jóvá hagyni. A rendszer túlterheltsége miatti gondokról Juhász Attila államtitkár többször is tárgyalta a belügyminisztérium illetékeseivel. Ennek köszönhetően 20 óráig tolerálják, ha a gazdák a földeken dolgoznak. Ez azonban csak addig maradhat így, amíg nem szigorítják a kijárási tilalmat, tette hozzá. Ezt egy 8 óráig a gazdáknak kimondottam, akik traktorban ülnek, és mezőgazdasági utána kapcsolatban eszköz van a gépen is, a földekre jönnek hazafelé, és látszik a szándék, hogy ugye a mezőgazdasági agrotechnikai műveletet végez a gazda, ilyen esetben az illetékesek elnézőek, és este 8 óráig nem fogják őket büntetni. A gazdánál azonban mindenképpen legyen kéznél a jogosítványa, személyi igazolványa, a gazdaság bejegyzéséről szóló papír, és ezzel igazolhatja azt, hogy ő mezőgazdasági termelő, aki a földmunkák végzéséből tér haza a kijárási tilalom idején, tette hozzá Juhász Attila.